Sziasztok! Gyere, Rizok, azt szaladjunk be az üzletbe. Megpróbáltunk titeket hozni élőben. Jövünk a kikbe, Ropi seprűnek ilyen celofánokért, ugye, hogy amivel ugye bele kell tenni a Ropikat, teszel egy szívószálat, és akkor ugye összekötöd, és akkor olyan, mint egy seprű. Úgyhogy azt is lehet a gyerekeknek adni Halloweenkor. De elfogyott az a celofánunk, úgyhogy jöttünk ide a kikbe. Próbáltunk titeket hozni. Lehetok, mutatok valamit, egy lehetok. Nem tudom, mennyire látni, nézzétek. De menő. Ha-ha-ha! Ott az ablakban is valamit láttam, csak nem tudok már annyira rázumolni. Ott is, de menő! Ha-ha! Nagyon jó! Komoly! Szóval tettek ez a szép környéken lévő kik, de megyünk be, mert hűvös van. Futhatsz, mennyi fuss ebbe az üzlette. Fuss el be! Ki akció van a kikbe, és persze talán egy bossi lány, nem? Menjél, fuss el be! Na, jövünk gyorsba be. Tudjátok, ez a szép környéken lévő kik. Remélj, úgy van, hogy elmezek kint azt a... Itt van szellem is. Szellem. Picitök. Menjetek be! Csonti is van. Ugye, megnézzük. Vannak itt jelmezek. Batman, itt van Skyos. Szóval nem tudtunk élőben hozni titeket, mert itt nincsen valami miatt térerő, itt az egész környéken nincs. 4000 forint. Menjünk be gyorsba! Lehetok! Szóval itt már fél van. Mondhatod, persze majd, hogy visszanézzünk, akkor igen. Azt hiszem, hogy benne is mennyi ide van. Megyünk, megkeressük a celofánt, amiért jöttünk, Izóka. Itt vannak ilyen minden, mert hát, elvileg nincs, vagy hát nem találkoztak ilyesmivel, de az közel nem jelenti, mert annyi minden van. Nem? Közel nem jelenti azt, hogy tuti nincs, nem? Akár lehet is. Ha megint valami strassz, vagy valami. De itt vannak ilyen mindenféle ilyen... Nem tudom, hogy hol keressem. De szóval már előlehetjük a kesztyüket. Kesztyüket? Fázol? Fázol? Hát egy fókemberes, nem tudom. Nem látom, de akkor egy gyors pakörbe szaladom. Itt van itt leározva. 400 forint. Ott is rengeteg minden, csak egy csomó üvegfilánk, meg ilyesmik vannak. Úgyhogy annyira nem akarok bele nyújtálni. Aztán itt bármi, bárhol lehet, ott annyi minden van. Annyi minden. Ez a húsvétok. Mit szeretnél a Jézuskát? Kitát! Jaj, de jó! Kitát! Azta! Akkor gondolkodjál még, jó? Hogy gyűjtjük össze, jó? Megbeszéljük a Jézuskával. Gyűjtjük össze, jó? Az ötleteket, és akkor majd Jézuska majd kitalálja, hogy akkor melyiket hozza. Hogy hozzuk egyenlőre. Jó? Mondja ötleteket! Lassan már le tudod írni, mely az megvan. Miért vettünk tavaly ilyen... Ez volt az alja, de ez mi? Itt kéne szerintem valahol lennie, itt. Bárkinek tudunk ajándékot adni. Itt nincsen esetleg. Itt vannak ilyen kis miniszacsrók. Tasakók. Jaj. Persze, hogyha jövünk valamiért konkrétan, mert itt vettünk egy csomót. Vaj. Ha jövünk valamiért, akkor tuti nincs az, amiért jövünk, ugye? Azt tuti. A blondiem. Mm-hmm.
Melyiket látsz, Alikám? Megint van ez a térdvédő. Nem, ez bírta volna eddig. Vigyünk. Van fekete is, nézd. Ó, nézd, van egy csomó itt. Hát vigyünk, szerintem még ez vette a legtovább. Hm? De én mit találtam? Két fekete, két szürke. Jaj, olyan gitárt. Aztán, de... Két fekete, két szürke. Na, Ali, jó lesz? Gitár. Jaj, fa. Beszélgessed meg. Ja. Vannak zacsik. Ilyen szívecskés. Már jöttem volna ki. De nézd. Vannak ilyeneket. Ilyen őzikés van. A szívecskés azt szerintem jó, nem? Mennyibe kerül a sány darab van benne? 300 forint, és mennyi volt benne? 10 000, remélem. 10, aha. Egy szívecskés. Hát egy 20-at akartam volna csinálni, van őzikés. Az se rossz amúgy. A csillagos, az még jobb a csillagos. Na, látok, majd le kell venni az egészet. Ez szép amúgy ez a kis vonat, ez nagyon szép vize. Ez tényleg gyönyörű. De megtaláltuk, amit kerestünk, ott vannak az ilyen... Ez is cuki egyébként, ez. Ez helyes. De megtaláltuk, úgyhogy lesz. Ugye, Lizókám? Gyere addig, amíg veszem el vannak a fiúk. És milyen szép az a... Ez a szarvas, milyen érdekes. Mint anyának a körömlakja. Halloween-es táska, de komoly. És ezek de cikik. 420, 430. Jó, most, jaj, de helyes, nem akartam ilyen karácsonyiakat, 24 darab kis házikó. De aranyosak, én adom a kalendáriumnak. Ez nagyon szép. Vigyünk le a Pepkóba. Maradt meg. Ott a Halloweenre most 50% van a Pepkóban. Úgyhogy jövünk majd mi még karácsonyokat nézni. De most megyünk, mert akarom őket még majd fotózni, ugye? Hát vannak most jelmezben. És szeretném őket. Egy kis videót még folytatjuk, Lizó kell menni, szerintem, jó? Húsi, mennyi? Megyünk le a kubosztás, szaladunk haza. Kis csomagokat is készítünk most hétvégén, igazán? Ali is jelmezte. Mindenki jelmezte. Rákukkantunk itt a sapkákra, 1005. Ez 1000, ez de cuki, ez nagyon aranyos. Le vannak árazva. Még egész jól nem szívta őket ki még itt a nap. Hát olyan kis védtelen helyen vannak szegények itt kint, semmi nincs itt fölöttük, szabadék. És akkor így megáznak, hogyha jön az eső, megáznak itt a dolgok. A gyorsba gondolom behúzkodják, de ezek itt nagyon durván, a nyáriak nagyon durván ki voltak szívva. Igen, itt. Ezt mondtam, hogy nekedok. Nagyon durva, Isten, nézd! Egy kis védtelenek itt kint. Na megnézzük még egyszer, látjátok, hogy milyen menő ott a szellem? Vagy ki az, Csonti? Látjátok? Igen. És van ott egyébként, van ott egy ilyen kis cica csontváz. Látod, apa? Te addig ellátsz, én csak itt telefonnal. Nagyon menő. És van a kerítésük egyébként, vagy ott fönt, meg itt olyat, amit szoktunk nézni házat, nem? A kerítését, amit imádok, olyasmi. Nagyon szép. Az a macska csontváz azért az kemény, nem? Hol lehet olyat kapni, a Tiger, vagy hogy hívják azt? Tigers, vagy az micsoda?
láttam Józsi bácsit. Ott van Józsi bácsi, igen. Fölül. Menő. Készülnek ők is már elemére. Itt is lesz cukorkagyűjtögetés, gondolom, Biatorbágyom. Na, megyünk le a Pepkóba. És megjöttünk a Pepkóba is. Igen. Itt is már karácsony van. Ezek annyira szépek. Ez a kettő bögre, ez annyira szép. A tányér is milyen. Ez nagyon szép ez a szett. Mit talált? És még egy doboz. Bögrék. Sok bögre. Rengeteg bögre. Jön, te valami zenész leszel? De nézzük a Halloween-t. Aha, tényleg itt vannak akciósan. Ez is. Hozzatok kosarat, léci! És a szellem, ez is olyan cuki. Ez is. Nagyjából fél áron vannak itt a dolgok. Mert karácsony. Megnézegetjük, mik vannak itt. Seprű. Liza, lehet seprűd. 240 forint seprű. Lizus, gyere Liza, kér seprűt. Boszorkány seprűt. Ez menő. 240 forint a seprű. Na, mik vannak itt? Majd megcsináljuk, jó? Ez mi? Ez a mi kutyajáték. Akkor van ilyen kis gyűjtögetős. Nem tudom, nincs rajta az, de ott van. 280 forint. Cuki ez is. Vigyük ezt? Vagy nem kell ilyen? Hát, amit tetszik, nézegessed. Van itt ilyen béka. Béka is lehet. Ez... kis állatnak. Annak nézd csak ilyen, jaj, de cuki ez a tökjám, ez de helyes. Ez nagyon aranyos. Na, ezt nézzük csak meg azt a tökjám, ezt. A felnőttnek való? Vajon? Ja. Mik vannak még itt? Plüstök. Ez, amit vettünk, csak el van szakadva a farkincája. Igen. A miénknek. És hogy nem veszik. De majd apa megragasztja. Sárkája. Az hajkréta lenne? Aha, hajkréta is van ehhez. Hajkréta. Na, úgyhogy ezek. Ezek maradtak itt. De csak voltak magasabbak, hogy hát, hogy ezeket, ja. Ó, de jók ezek. Kicsi legók. Ezek nagyon aranyosak. Ezt is lehet adventi kalendáriumokba tenni. Kis pecséteket. Néztem, de...
puhasabb tájékegyű tét nőknek már 1600 forinttól, és ilyen 1500 forinttól, vagy egy divatos sállat. Ezek tavaly is voltak nekem, ezek úgy rémlenek. A gyerekeknek is szuper darabokkal készültünk a csípős őszintőre. Ezek a kabátok már 3000 forintból, ezek sapkák fiúknak és lányoknak 1500 forintért. És így forog. Vagy vitted a kis mécsest, akkor ez forog. Mindig nekem van érdekesek. Karácsonyfelé, kolibri, rózsaszín kolibri, hintó. Kis angyalka, szép. 700 forint. Kis angyalka, van rózsaszín is, de szép. Szép. Annyi ilyen angyalkánk van az elmúlt évben. Években azért vettünk már annyi mindent, és nekünk nem igazából. Majd az Osánt megnézzük. Nem tudom, az Osánban, amikor jönnek a karácsonyi díszek, amúgy megnézhetjük majd azt is. Mit találtál? Jaj, kinetikus izé, homok. Izu! Izu! Hát nem tudok elmenni tőletek itt. Itt beálltatok. Izu, Ali! Játékokat kell nézni? Nézzetek játékokat! Látom, meg van sértődve. A tündérke, te mit találtál? Ó, ezt visszük. Ilyet kerestél, ilyen kis Halloween este cicáknak ilyen púkot, tehát ezt tuti imádni fogják. De jó, már az anyalóka is. Ez. Jaj, de jó. Ennek örülök nagyon. Hát még a cicák hogy fognak ennek örülni. Nézzük is, én azt nézem. Ez olyan kis... kis kosárka. Most akkor pont ugyanilyen volt tavaly is, ilyen malós. Malós. Mit csinálod, Tudi? Mit csinálsz? Kukucs! Fésülködsz. Fésülködik. Mi? Majd arra nincs egy gyertya. Te cuki. És még is gyertya. A Halloween édességeknél ki van írva? Gumicukor, vámpírszál édességnél, két termék egy áráért. Úgyhogy viszünk szerintem. Igen, szerintem van. Vagy a szembolyó is gumicukorka, na majd megnézem, hogy melyik. De akkor viszünk két is a gyerekeknek. Na, sikeresen kiválogattunk egy csomó cukorkát. Szellemes, Naci. De szép ez a felső. Melyik? Gabi baba házás. Innen jön ki a csomag. Uh-huh. Jaja, igen. Mint a mesében. Nézegettem, de lány. 400 forint, láttam, igen. Igen, de akkor ezt beszorzott 300. Nem kérek, a nagyot szeretem. Nem. Mire vannak, nézd csak itt. Ah, nézd csak. Mindenféle ilyen. Barbis. Ilyet már vettünk neked, szerintem, nem? Vettünk ilyen barbisat. Neked is van ilyen kockás. Lánynak is. Olyan, aki imádom a kockás. Én meg cicás. Igen,
Az is cica? Nem tudom, ez mi. Vannak cicám. Ó, nézd csak! Most leszették az akciós címkét róla, Liza. Igen, akciós lenne, de már leszették. 1600 forint most egy póló. Karácsonyi mintás póló. De aranyos. Hát ez nagyon cuki. Nagyon vékony. Nem jó most így össze, de nagyon aranyos. Kis toppancsos nyusz is. Vékony nagyon ez a leggings. Nagyon pakolják most a de jó az a kis kardigán. Pakolják nagyon a karácsonyt, de rengeteg doboz van. De cuki, nézd csak! Nézd, te helyes! Nagyon aranyos. Súlyú. Bugyi. Gárfiados bugyi. Miket nem találsz, Lizó? Felnőtt bizsi. Tök jó. Csak én nem hordok hosszú bizsit, meg nem használok. Délen is rövid újba, mert azért annyira nincs ilyen hideg nálunk. 1500 forint. Ez tök jó. Nagyon cuki. Hogy ez jó lehet így Halloween estére mondjuk ebbe menni. Sugatjó meg. Nem tudom, de nagyon cuki. Cicás. Ez meg ilyen fürdi kilépő. Azt nézegetem, hogy itt van jó kis valami erdős rész ott arra. Ott esetleg csinálok róluk itt a jelmezükről. Kis videó részletet ugye a kis klipünkbe. Csak egy ilyen kis gyors körbenézős videó volt. Igazából célirányosan jöttünk, kutyus, senkit elmondja. Itt a szellemházas kutyus. Társaságban elköszönök. Vettünk Halloween cukorkát, ilyen nyalókát. Elmutatjuk. Úgyis most élőbe belépünk. Na, hangosak a kutyusok? Úgyhogy elköszönünk. Sziasztok!